Százos kacok, üdv mindenkinek, sziasztok! Na, mai napon megjelent a Far Cry 6 PlayStation 5-re és PC-re, illetve ugye mindenre. Szóval, én megvettem PS5-re a játékot, mert a következő hónapokban amúgy sem igazán érkezik semmi olyan játék, ami úgy érdemleges lenne úgy játszani. Úgyhogy belenézünk a Far Cry 6-ba, jó? A PS5-ön játszom, ha esetleg ez valakit érdekelne. A játék egyébként nyilván nem a játék legelejétől játszom, ez nagyon fontos, hanem... Press cross button to start. Oké, okay. Szóval a játékba, a játék 4K 60 FPS-sel fut PlayStation 5-ön. Dinamikus felbontás, tehát nem hiszem, hogy lehet, hogy natív 4K, nem tudom, de szerintem inkább dinamikus. Viszont nagyon jól tartja a 60 FPS-t. Ami fontos, hogy a játéknak nem az elején vagyok, jó? Ez nagyon fontos, szóval nem tudom igazából, hogy meddig fogom nektek ezt, meddig fogjuk játszani. Így belenézzünk a játékba, és megmutatom mégis, hogy mire számítsatok, jó? Igen, várjatok, egy kicsit olyan helyre kéne kerülnöm, várjatok, hát ha itt ide tudom magamat rakni. Így. Hát, nem vagyok annyira útba. Jó. Hello? Oké. Okay. Oké. Okay. Na. Oké. Okay. Szóval lássuk. Szóval a játéknak a mapja, egy kicsit szeretnék róla mesélni, jó? Mert semmi extra. Szóval itt kezditek ezen a Isle of Santuario, ne? Mint mapon. Ezen a kicsin. És akkor ugye a direkt nem akarom úgy bemutatni a játékot, hogy spoilerezek, vagy bármi ilyesmi. És ugye, ahogy haladtok a sztoriba előre, ugye így egyre nagyobb mapot tudtok felfedezni, és hát igazából, amit láthatjátok, kurva nagy egyébként a játék megint csak, szóval ez nem egy kis játék, amit láthatjátok, brutális. Na jó, oké, nyomjuk. Szóval, kell nekem egy olyan, hogy hol vagyok most... Én azt nem értem, hogy egyelőre itt miért mutatja nekem azt, hogy sötét van, mikor amúgy rohadtul itt nem volt sötét az előbb. Na jó, mindegy. Szóval mondom, a játék 60 FPS, 4K-ba, PlayStation 5-ön. Egyébként az adaptív triggereket támogatja a játék. Szóval eléggé fasza amúgy, amikor játszotok, érzitek a quadot, meg a igazából mindent, ahogyan... Például most így rámegyek ide a földre, vagy ide a betonra, és így egy kicsit így mozog a kontroller, hogy így nagyon óvatosan remeg. De miért lemegyek például ide a földre? Hello? És komolyan állapodtam? Szóval amikor lemegyek ide a földre, mondjuk így, aha, és a remeg a kontroller, még az állat, hogy érezteti azt, hogy te most ott földön, te konkrétan salakon mész, vagy illetve földön, nem betonon. Ami egyébként tök jó. Meg amikor nyomod a gázt, meg a féket húzod, ugye annak függvényében is ugyanúgy ellenáll, ugye ellenállnak a ravaszok, szóval állati jó. Na jó, oké. Okay. Nekem kell egy olyan... Várjátok, szocs, ezt innen, elállok innen. Igen. Többfajta fegyver van. Ugye a játékban, hogy haladtok előre a missziókba, ugye egyre több a feloldható cucc. Hát nekem most már ilyen is van. Tehát ez ilyen, ki tudjátok, ilyen tüzes lőszert lő, és ki tudjátok állapolni az Ubisoft, a Uplay-ből. Úgyhogy, amúgy marha jó, de amennyire lehet, én általában egyébként a nyillal, meg ez a Scorpio, hát ez az Uzi-val szoktam menni. Viszont, vannak ilyen pontok, ahol tudtok hívni járművet, ilyen például most, hogy én hívok most egy repcsit, és hát ez amúgy kurva jó, tehát hogy tényleg akármikor tudtok hívni egyet. Ja, a játék nagyon fontos, hogy ketten lehet játszani, tehát ketten lehet tolni, ha ez valakit érdekelne. Kooperatívban lehet tolni, úgyhogy ha esetleg valaki szeretne beszállni hozzám játszani, akkor szóljatok. Mert nekem nem nagyon van kivel játszanom. Philly, who's this? Danny, you know, the guerrilla you tried to blow up? Oh, the hero, que hola! What's this plantation look like?
cars, white suits, dinner party, except with guns. Come on, big city hero. We're in the west now. It's a plantation. Amúgy a játék alapjában véve szerintem nagyon jól néz ki, viszont azt hozzátenném, hogy semmi olyan kiemelkedő, hogy persze nagyon jól néz ki, tényleg szép a játék. Tehát nagyon szép, de semmi olyan, hogy ez a next gen élményt nem nyújtja. Nem nyújt. Tehát nincs az, hogy most úristen. Ja, úgy csak bemért egy air defense system. Igen, mindjárt egy szednek. Oké, szerintem ugorjunk. Szóval, oda megyünk. Hát kurva nagy a játék. Tehát, elképesztő. Igen. Posonunk van. Ja, itt igen, ugye tudtok horgászni, elő tudjátok venni a horgász felszerelést, akkor itt csak chatnél tudtok olyat, hogy tudtok így automatán, tehát ilyen beépített ilyen beszédeket alkalmazni, hogyha esetleg nem akartok beszélgetni a játékossal, a csapattársatokkal. Úgyhogy, ja. Na de. Igen. Coño, this espada isn't fucking around. Shit, another one. This sword? What the fuck is happening up there? Okay. You know who's a traitor to our country? Your boss. Lenyomom azt a videót, de csak azért, mert ezt most láttam, csak itt nem mentette még el. Játszatok a játékkal. Nem akarom le-spoilerezni nektek az egészet. Igaz, hogy ez most egy ilyen úgymond főküldetés, de ebből semmit nem tudtok meg. Azt nézem, hogy nektek mennyire jó minőség a játék, a videó, de jó. Jónak tűnik. Repült egyet. Hogy értem? Még érik. Jaj! Várjatok, kell nekem egy olyan, hogy arzenál. Igen, tudtok öltözni, illetve változtatni a kinézeteket, illetve ugye a statot is a játékban, szóval nem csak... Jaj! Igen, és ennyire alatt meg is haltok. Nem figyeltem oda. Kivéve, ha felszed a csapattár első. Gracias, señorita. Oké. Okay. Igen, ezt azért vettem fel ezt a gázmaszkot, mert ezek jönnek általában, és amikor lefújnak, akkor ugye nem kaptok levegőt. Így viszont ugye a gázmaszkkal, meg hát de. Szóval, ja. Igen.
Ja, és rombolt a környezet. Mármint nem teljesen, de azért többnyire. Uh-oh. Itt nincs lőt. Még egy rég. Fú. Valaki itt van. Amúgy elég nehéz a játék, tehát meglepődnétek, de nem olyan könnyű, mint aminek tűnik. Mehetünk is. YOLO. Én vagyok mögötted. A játéknak a HDR verziója, tehát amikor HDR képernyőn játszátok, is nagyon jó. Tehát jó, remekül működik. Szerintem nincsen elcseszve benne a HDMI. Úgyhogy mondom, teljesen jó. Tehát a PlayStation 5-ös verzió nagyon jó. Ha egyetlen a negatívumot kéne felhoznom, így a PlayStation 5-ös verzióhoz, igen, nem ezt akartam. Oké? Okay. Ló! Hova mész? Igen, majdnem sikerült. Szeretek lovat. Menjél már! Szóval negatívumot kéne felhoznom a PlayStation 5-ös verzióra, az, hogy néha, amikor játszok ugye 60 FPS-sel, ugye amikor megy, néha így elveszíti a... vagy nem tudom, ledroppol, és így néha így becsikoz. Mármint úgy becsikoz, mint amikor a vertikál szinkron elveszíti a... függőleges képfrissítést a gép. Ennyi. Ennyit tudok mondani hozzá. Igazából semmi mást nem vettem észre, hogy... lehet, hogy ahol nyilván akkor csinálja ezt, amikor ledroppolja az FPS-t, vagy ilyesmi, de... de hogy megyünk tovább? Jó, én meg leszálltam. Jó, fasza. Look at my horse. Mennyi. Nem tudom, milyen hosszú lesz a videós kacok, nem akarom hosszabbra elhúzni, mert igazából teljesen felesleges. Ez egy Far Cry, tehát semmi olyan extra dolog nincs benne, mint amit már eláttunk volna a Far Cry-okban. Annyi, hogy ez most a Far Cry 3-nak a hangulatát hozza vissza, ami egyébként egész jól visszaadja ezt a spanyol. Tehát spanyolok, de mexikói spanyol, tehát igen, nyilván, és ugye ezt a Karib-tenger feelinget, hogy visszahozza, hogy a szigetek, meg a szigetek között, ahogy mész, meg a szigeteken. Nekem abszolút hozza, és abszolút megéri egyébként az árát, a játék. Illetve, hogy előfizettek ugye Uplay Plus-on PC-n, akkor még ugye ennyibe se kerül, hiszen 13 fontért egy hónapra, amikor játszotok, akkor ugye elvileg benne van a könyvtárban, hogy ez is hozzá tartozik, szóval leszedhetitek PC-re is. És bocsánat, hogyha PC-n akarjátok játszani, akkor ugye olcsóbb, mint konzolon. És akkor előfizettek, csak elkezdtek vele játszani, egy hónap alatt simán végtoljátok a játékot, és 12-13 fontból végig is vittétek a játékot, szóval teljesen jó. Ha viszont nem szeretek benne kapkodni, meg tényleg nagy tévén akarjátok játszani, nyilván normális HDR-rel, 4K-ba, stb., akkor viszont érdemes ugye, ha van Next Gen konzolotok, akkor ugye arra megvenni, és nem PC-re. Én rengeteg dolgot már arra veszek meg, csak PC-re nem igazán veszek semmit. Illetve amit szeretnék hozzátenni, hogy... ide jöttünk? Igen. Illetve amit hozzá szeretnék tenni, fűzni a játékhoz az, hogy amit most láttatok itt, ilyen akadást, az nem a játék volt, hanem az, ugye én ezt most streamelve veszem fel nektek ezt a videót, szóval itt maga a streamnek a minősége kicsit droppolt, illetve lag volt, ugye, és ez volt az a lag. A játék abszolút egyszer nem lag volt, vagy nem akad be, semmi stuttering nem volt a játék. Mondom, az egyetlen, amit észrevettem, az az, hogy néha így becsikozott, amikor bizonyos helyeken becsikozott a játék. És igazából ennyi. Carlos Montenegro, a hegylakó. Ez egy barom? Persze, oké. Okay. Szeretnék megismerni egy olyan embert, aki egy aligátort.
Egy kézzel le tud fogni, nem? What were you? Lefog. Scout. Csak úgy. Bullshit. Who's that? My name is... I'm not asking you. Easy, papa. This is Danny. From Libertad. Libertad don't mean shit to me. And where's her blindfold? Papa, csak az, lenyomom. Vigyétek végig. Nem akarom azt, hogy... Nem akarok spoilerezgetni tényleg így ezéből. Ja igen, és ugye vannak... Van... Hello? Van ilyen külső nézet, attól függ, hogy milyen... tehát, hogy melyik izébe vagytok. Mert tudtok fejleszteni gerilla campeket. Tehát az azt jelenti, hogy tudtok építkezni úgy, mint a... Melyik az a játék? Az előző Far Cry a New Dawn? Nem a New Dawn? New Dawn. Azt hiszem a New Dawn. Amikor ledobják az atomot, azt minden rózsaszín. Logikusan. Na, abba. És abba volt ugyanez, hogy lehetett... Oye, guerrilla! Lehetett fejleszteni itt a történeteket. És itt is lehet. Ezt is lenyomom. Nem akarom azt, hogy... Hogy tényleg izé... Legyen. Oké. Well, Carlos wants nothing. Na, és megmutatom nektek itt a... Itt még úgy is körbe kell néznünk a kezdőszigetem. Kicsit. Mondom, skacok, rohadt jó lett a játék. Tényleg nagyon jó. Szóval érdemes, érdemes tolni. Hey, it's Espada. Hey. Papa's not so good with technology. Igen. He asked me to send you a photo of what the poison looks like. Igen, itt szóval itt lehet venni fegyvereket, illetve craftolni. Bocsánat, rosszul mondom, tehát itt már a meglévőket tudjátok pimpelni. Itt ugye mondjuk nem ezt, hanem mondjuk itt van ez. És akkor itt tudtok hozzáadni chibit, tehát ezt a... tehát itt rengeteg ilyen chibi van, ami ugye a Rainbow Six-ben is benne van, ugye nyilván nem kerülhet ki belőle. Illetve mivel ez egy legendári fegyvernek minősül, itt nem tudtok dolgokat módosítani, de például, hogyha egy alapgépfegyverhez mentek ide a Standard Rounds-hoz, itt be tudjátok állítani, hogy itt például egy helmet, illetve body armor, ez ilyen armor piercing rounds, tehát hogy páncélt könnyebben átviszi, ez például nehezebb gépfegyver, akkor például itt van olyan, hogy poison, tehát mérgező lőszerei vannak, meg ilyen baromságok. Illetve tudtok hozzáadni még pluszba ilyeneket, hogy laser pointer, meg valami, ami mondjuk a hipfire-t segíti, amikor nem akartok rátartani, tehát így aimelni. Illetve tudtok hozzáadni módokat, amivel mondjuk itt van ez, például hogy itt van fast reloading. Tehát ha ezt, hogyha nekem lenne elég gunpowderem, ami nincsen, ugye ott lent jelzi, meg lenne durable CSM-ből 8, akkor ezt hozzá lehetne adni, amivel mondjuk könnyebben, illetve gyorsabban töltene újra a karakter, mármint ezt a fegyvert, szóval... Ja. Illetve... I've messed with poison before, but... Ja igen, amit még szerettem volna mutatni, az az, hogy a beállításoknál nem igazán van sok mindent. Az optionsnél a videó alatt olyan, hogy a motion blur-t lehet állítani, a kameraség, tehát magát a kamera, hogy mennyire remegjen, illetve az, hogy amikor meg vagy mérgezve, vagy be vagy rúgva, akkor azt az effektet, hogy így be vagy rúgva, meg mit tudom én, rászkódik, meg kicsit ilyen motion sickness, stb. Hogy ezt az effektet mutassa, avagy sem, illetve a beállítás, akkor brightness tudjátok állítani, és nagyjából ennyi a videó beállítás. Gameplaynél viszont elég sok mindent lehet állítani, mint a kooperatív dolgokat is, illetve controlsnál is az egészet itt a full control sémánál itt leír mindent, mit hogyan kell, menü, mini játékoknak az irányítása, gameplay, game difficulty-t be lehet állítani, audionál lehet feliratot, meg ugye nyilván hangot. Na most szólok, hogy nincs benne magyar nyelv. Tehát angol, francia, német, olasz, polszki az a lengyel, nem? Azt hiszem lengyel, portugál, spanyol, és még egyszer spanyol nyelv van benne, és igazából ennyi. Tehát más nincs, úgyhogy magyar nyelv az egyelőre nincs benne, legalábbis a PS5-ös verzióba. Ez mi? Ja, igazából ennyi. Store-ba be tudtok menni, ott akkor tovább lehet venni ilyen játékbeli itemeket, meg minden, ami igazából az a lényeg, hogy költsél minél több pénz, aztán ennyi, nekik más nem annyira számít. És tudsz venni ilyen kozmetikai dolgokat.
Ami nagyon tetszik ugye ebbe a játékba is, mint ahogy az összes Far Cry-ban is benne volt, az, hogy például rengeteg az olyan terület, ahol mentek, és ilyen felfedezni való. Szóval, hogy ez a elrejtett kincsek, itt is van valami crate, tehát most ha én ide megyek, ide fast travel-ök, mert ugye vannak gyors utazási pontok. Egyébként, amit most láttok gyors utazást, ez real time-ban megy, szóval ennyit tölt a PS5, hogyha utazni akartok valahova. Hey, it's Espada. Hey. Papa's not so good with technology. He asked me to send you a photo of what the poison looks like. I've messed with poison before, but that's real thoughtful of him. I wouldn't go that far. Amúgy a játék van nagyon jó, szerintem marha jól néz ki. Tehát nagyon szép, jól megy, jó fut igazából, de nem next gen, tehát nem az a eldobjátok az agyatokat, bár azért meglepődnétek, hogy hogy néz ki 4K-ba egy jó 4K TV-n HDR-rel. Amúgy csak mondom. Szóval, ja. Aha, itt van valami, látjátok itt is van, el van valami rejtve. Bityötyény. Igen, hello? Hey, you hola? Hello, Bill. Ez ő... Guerrilla. Danny, right? Danny! The one who broke the block. Ne vedd el! Igen. És akkor itt van a workbench, ugye itt továbbra is tudtok sidearmot tuningolni, az autót, mert hogy van benne autó, azt is tudjátok fejleszteni. Mindenféle baromsága, hogyha nyilván, hogyha lenne hozzá elég nyersanyag. Hát itt most ez mondjuk pont van, no majd, de én le akarom cserélni ezt az autót, mert annyira nem jön be. Illetve, és hogyha itt ott van fönn valami, aha, oda akartam menni. Igen, menj. Ha valakinek tetszett a Far Cry 3, és a Far Cry 4, akkor ezt imádni fogja. Ez gyakorlatilag a Far Cry 3 minden szempontból, hangulatra is egyébként. Nem is mondanám, hogy új grafikus engine, mert ugyanaz a régi grafikus engine, mint volt, ami gyakorlatilag pont a Far Cry 3-nál jött be. Viszont elég durván kigyúrták. Jaj. Igen. Még egy dolog, amit szeretnék hozzátenni így a... Mi a rák? Te! Elütött a ló. Szóval, amit szeretnék hozzátenni, ami nekem számomra egyébként nagyon furcsa, hogy nyilván megvannak eznek is az okam, de lehet, hogy csak simán egyszerűen kifelejtették, szóval... Most ugye éjszaka van a játékban. És én rohadtul szeretném, hogy nappal legyen. Na most ne aggódjatok, erre még véletlenül sincsen lehetőség. Legalábbis én nem találtam, és sehol nem is írták. Ami azt jelenti, hogy nagyjából nincs is. Szóval az a lényeg, hogy nem tudtok a játékban aludni, és nem tudjátok beállítani azt, hogy ti nappal szeretnétek menni. És ami nekem azért is furcsa, mert egyébként azt egy akármelyik Assassin's Creed-be be lehet állítani, ugye nyilván, hogy váltakozzon a napszak, meg ilyenek, és akkor most kiadnak a Far Cry-t, és ebben meg így nem. Szóval nekem ez így furcsa. Igen, itt valami cseng. Ezt föl kell venni? Aha, ott van. Ez nem van? Ez mi? Collect metal. Nagyon metal. Esküszöm, látom. Ti látjátok valahol? Itt csilingel ez a szar. Hm.
Ez nem benn van a házban? Nem. Nem, szerintem nem. Ugye? Jön föl a napocska. Jó, mindegy, majd még... Ja, és akkor így lehet... Majd ezt még megkeresem az ilyeneket. Így lehet rendelni autót. Hello, amigo! Szállj ki! Köszönöm. Good as new, ja? Az az emberek a neve, hogy Yami? Yami. Amúgy nagyon adja, nagyon jó a hangulata. Brutál. Tényleg szép a játék, nagyon. De hamarosan csinálok egy videót arról, hogy mégis hogy néz ki az egész egy HDR-en, 4K-ba egy OLED tévén keresztül, 4K-ba felvéve, nem 1440p-be. Hát tetszeni fog, skacok. Szóval... szóval elég jó. Most azon nézélok, hogy ez... fel lehet ugyanúgy, vannak ilyen bázisok, amiket fel kell... hogy mondják? Fel kell szabadítani, úgymond, igen, és akkor... Ja, hát szokásos igazából, gondolom, teljesen tipikus Far Cry 5, ami egy az egybe Far Cry 4, ami meg egy az egybe Far Cry 3. Szóval... És nem tudom, hogy erre menjünk? Menjünk erre. Kell fel a nap. Jaj! Hogy ez? Jó lesz ez. Kicsit megtoljuk. Ami jó volt. Újra töltjük a lőszert. Igen. Beülök úgy, mint Gunner. Amúgy nem ezt akartam. De van benne ügyegépfegyver. Erre is lemegyünk. Várunk egy... Te sorta. Hello. Már eléggé sok dolog. Romboltam. Jó van. Ezt be is ékeltem oda. Oké. Okay. Lemegyünk erre. Mert itt van egy ló. Jelzett térképen, itt van egy ló. Hello. What's up? Kösz. Kell a lovat, tesó. Ígéri. Be nice, horse. Elmenjünk ide a kilátóhoz. Hát, ha jobbak lesznek a kilátásaink. Ha. Azt tudom egyébként, a ló tud-e úszni? Nem. Nem, viszont el bele tud dobni a vízbe. Az jó. Ja, vannak benne amigók a játékban, ami azt jelenti, hogy ilyen olyan petek, ami már az 5-nél is benne volt. Még jó, hogy átváltottam el. Igen. Szóval vannak benne amigók, ami ilyen állatok. Meg is tudom mutatni, azt hiszem... Ride? Nem.
Forrás. Amigos, itt van. De nekem most jelenleg van egy ilyen aligátorom, de van benne egy chorizo, egy kiskutya, van benne egy idióta kakas, egy bum-bum, ami egy kutya, és van benne egy oluszó, ami valójában egy puma. Na most a lényeg az, hogy ezek annyira hasznosak ezek az állatok, hogy semennyire, úgyhogy én ezt így otthon hagytam, de bármikor meg tudom idézni. És tehát semmire nem jó. Három lövésből megölik őket, stb. Stb. Úgyhogy igazából én nem nagyon erőltettem ezt az egészet, de valakinek ha tetszik, meg valaki szereti azt, hogy van egy ilyen állat, vagy ilyen pet, amivel mit tudom, hogy meg tud indulni az ellenfelek ellen, hát akkor csináljátok, amúgy nem rossz, de nem tudom, tehát én nem láttam értelmét, de biztos, hogy van. Aha, hát oda valahogy majd föl kéne menni, igen. Mondjuk így. What? Oké, okay, próbáljuk meg még egyszer. Ez most komoly. Szerintem ide úgy... Oké, okay, hát valahogy kijöttem. Oké, okay, akkor próbálj még egyszer. Mondom, ugyanaz, mint a 3, ami mint a 4, ami mint az 5. Annyi különbséggel, hogy nekem például az 5 az rohadtul nem jött be, azt is megvettem még annó megjelenés napján, és játszottam vele legalább 15 percet. Szerintem nem tetszett az egész. De ami érdekes például, hogy nem a 3, hanem az, bocsánat, az 5. Az 5-nek például a kiegészítője, a New Dawn-t azt például végigvittem. A New Dawn-t azt végigvittem. Pedig az... Hát nem tudom, az sem volt egy hűha. De azt valahogy jobban tudtam élvezni, mint az 5-öt. De hogy miért... Úúúú, legendári! Legendári, ezt figyeljétek! Mi van, shotgun? Hát azért jól néz ki. Cínos a játék, ugye? Ugye, hogy cínos? Mondom, amit ti most látok videót, sajnos semennyire nem adja vissza, ez a játék elképesztően jól néz ki. Tényleg normálisan egy tévén, HDR-rel, mindennel. Komolyan, tehát az a baj, hogy ez így nektek, ez ilyen... Nagyjából azt látjátok ebből, hogy a játék, hogy ez egy lövöldözős játék. Kb. Ennyit ad vissza az egészből. Sajnos hiába veszem fel ugye 1440p-ben, meg mit tudom én, nem adja vissza. Úgyhogy... Ja, itt tovább lehet menni felfelé, nem? Na, akkor repülj itt a szemét! Na jó, skacok! Ennyi lenne ez a játék. Nem akarom elhúzni tovább, mert tipikus Far Cry. Vannak benne ilyen tornyok, amiket fel tudtok menni, vannak elrejtve cuccok benne, felszerelés, legendary weapon, ugyanúgy craftolni kell benne, ugyanúgy össze kell szedni benne a cuccokat. Tehát igazából nem tudom, az a baj, hogy most mondanám, hogy ez sima egyszerű Far Cry, de abból is a legjobb. Tehát én, hogyha rangsorolni kéne a Far Cry-okat, akkor szerintem a Far Cry 3 a legjobb, de utána ez jön. Tehát ez szerintem mind hangulatban, mind technikailag, mind az, hogy kooperatívba lehet tolni végre, a főhős az beszél, nem hallgat, meg néma. Nem tudom, skacok, nekem nagyon tetszik a játék, és mondom, ez a játék, ezt szorozzátok meg kinézetileg legalább 5-tel egy normális tévén. Hogyha normálisan ugye PC-n tudjátok játszani, ultrán, mert elképesztően néz ki. És érdemes-e megvenni? Hát, ja, de amúgy megmondom, PC-n 13 font, 10 font, 4000, 5000 forintból egy hónapon keresztül tudjátok játszani a játékot, és nem kell megvennetek az egészet mondjuk 20 fontért, vagy 20-valahány fontért, ami 20 font mennyit, hát nem, hát az 20 font, de hogy 20 font, mennyi? 20 ezer forint, igen, tehát nem 20 font, 20 ezer forintért a játékot, hanem 5000 forintból úgymond ezt le tudjátok szedni, végig tudjátok vinni, és ha még van időtök, le tudjátok szedni akár a Watch Dogs 3-at is, ami ugyanúgy benn van a kínálatban, és azzal is tudtok játszani. Úgyhogy ennyi.
nem tudok mit elmondani még a játékról, nem tudom, hogyha tetszett nektek ez a videó, hogy érdekesnek találtátok, akkor kérlek dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek be Facebookon és Instagramon is, és legközelebb találkozunk, addig is jók lehetek, szevasztok!